Ügyintézéseink során gyakran kell nyilatkozni tartozásmentességről, amelyhez adóigazolásra van szükség. Erről beszélgettünk a NAV Baranyai sajtóreferensével Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy leggyakrabban hitelfelvétel esetén vagy valamilyen támogatás igénybevételekor van szükség erre. Ilyen például a mostanában népszerű otthonfelújítási támogatás, a csok vagy a babaváró támogatás. Az igénylést pedig a NAV-nál nyilvántartott 5000 forintot meg nem haladó köztartozás hiányához köthetik. Tartozásnak minősül többek között a közlekedési bírság, a személydíj vagy a diákhitel tartozás. A köztartozás mentességet kétféleképpen lehet igazolni. A nemleges adóigazolás arról szól, hogy az adózónak a meghatározott napon nincs adótartozása, illetve köztartozása, és erről ad ki igazolást a hivatal. Az általános adóigazolásban pedig, hogyha van tartozása, köztartozása az adózónak, az is szerepel, hogyha nem teljesítette valamelyik adókötelezettségét, tehát adatszolgáltatási bevallási kötelezettségét például, akkor az is szerepel benne. Ezekben az adóigazolások iránti kérelmekben a személyes adatokon túl szerepeltetni kell az igazolás típusát, a felhasználás célját, a felhasználó szervet, valamint azt, hogy mely napra kéri az adózó az igazolást. Az ügyintézés határideje 6 nap, amelybe a hiánypótlás időtartama nem számít bele. Van egy egyszerű módja is a köztartozásmentesség igazolásának, ehhez a köztartozásmentes adózói adatbázisban kell szerepelnie az ügyfélnek. Ha az adózó például most januárban benyújtja elektronikusan a KOMA elnevezésű nyomtatványt, mert szeretne szerepelni ebben az adatbázisban, akkor január végén ugye megnézi a hivatal, hogy teljesíti a feltételeit, nincs adótartozása, köztartozása, bevallásait rendszeresen benyújtotta, akkor február 10-én már szerepelni fog ebben az adatbázisban. A kérelmet elegendő egyszer benyújtani, és egészen addig fog az adózó szerepelni a nyilvántartásban, amíg folyamatosan megfelel a feltételeknek. Az adatbázis egyébként nyilvános és bárki számára elérhető. A témában tájékoztató olvasható a NAV honlapján, vagy kérhető információ a 1819-es infóvonalon, illetve bármelyik ügyfélszolgálaton.